Gózáporos meccseket is hozott a megyei első osztály negyedik fordulója, egy találkozó nyolcszor, kettőn pedig hétszer találtak a kapuba játékosok. Az Ibrány hét egyre nyert Tiszavasváriban, a Vásáros Tiszakanyáron győzött 5 2 re és 5 2 vel zárult a Fehérgyarmat Gyulaháza mérkőzés is. A Tarpa 3 1 verte a Mándokot, a Baktól 3 2 sikerrel távozott Máté Szalkáról, a Nyílgyulaj pedig a Kisvárda 2 otthonából vitt el a 3 pontot 1 0 győzelmével. A nagyhalász meccs után a hazaja körülhettek kettő egyes sikerüknek. Egy mérkőzés zárul döntetlennel, a nagy egyset balkány meccsen egy-egy gólt szereztek a csapatok. Négy fordulót követően az Ibrányára tabella élén, megelőzve a szintén tízpontos baktolórend házat is nagy -Ecsedet. Három együttes, a Máté a Mándok és a Csenger egy pontos szerzett, míg a Tiszavasvári pont nélkül zárja a sort. Az ötödik forduló párosítása a következő, Máté Szalka Tiszakanyár, min Kisvárda 2, Nyírgyulaj Nagyhalász, Gyulaháza Baktalórendháza, Csenger, Tarpa, Mándok, Tiszavasvári, Balkány, Fehérgyarmat és Ibrány, Nagyesed.